Amikor legutóbb itt beszélgettünk, még arról volt szó, hogy jó lenne ismét nyerni a pályázaton, aztán tovább folytatni a programot. Hát úgy látszik, összejött. Igen, szerencsére nyertünk a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros pályázaton, és így az Egyesületünk folytatni tudja tevékenységét a Napsugár Klubban. Azt meghatározták, hogy az elnyert pénzből mit kell megvalósítani? Ugyanúgy, mint a tavalyi évben, művészeti kulturális programokat. Hát ehhez képest írtuk mi a pályázati programot meg. A célcsoportunk továbbra is a gyermekek, a fiatalok, illetve a fiatal felnőttek, de a programok nyitottak, tehát bárki érdeklődőt szívesen látunk, és ingyenesek. Tavaly találkoztunk itt a Flára Beással, a Kállel Úgyival, itt volt ugye Matejovszki Péter zenekara. Ők is visszajönnek? Az örömzenélést ugyanúgy folytatjuk, tehát minden hónapban egy alkalommal zenészeket hívunk, minden hónapban mást és mást, és a roma kultúra ismeretet, hagyományokat, a roma néptánc tanítását is ugyanúgy folytatjuk, tehát a Flára Beás minden hónapban érkezik hozzánk a gyerekek nagy örömére. Most éppen, amikor beszélgetünk, már április vége van, hamarosan itt van az iskola vége. Ez azt jelenti, hogy nyáron ugyanúgy folytatódnak a programok, vagy lesz egy kis szünet? Nem, tehát a nyári szünet, a téli szünet, a tavaszi szünet a kollégák számára azt jelenti, hogy ők itt vannak. Itt vannak és a gyerekekkel foglalkoznak, hiszen ilyenkor a gyerekek ráérnek, és mi jobban szeretnénk, ha a klubban lennének, mint hogy kint csatangolnak, akár a téren, akár máshol, úgyhogy értelmes foglalkozásokkal fogjuk az ő idejüket eltölteni. Igazgatónő azt mondta, hogy jó ez a program, tényleg sok örömet hozott, érdeklődő programokat hozott, de a lényeg talán mégiscsak az, hogy mit mondanak a gyerekek. Van-e visszajelzés? Hát ezt lehet, hogy a gyerekek jobban el tudnák mondani. Ők szeretnek ide járni, én úgy hiszem. Azért hiszem, mert hogy mondták. Tehát többen mondták, hogy ők nagyon szeretnek ide járni. Sokan is vannak, tehát napi szinten is sokan megfordulnak nálunk, és a foglalkozásokon is nagyon szívesen részt vesznek. Tehát azért itt az alkotásról szól a dolog, arról, hogy egyéni sikerélményük van minden nap, minden alkotás nyomán, illetőleg az enyéni foglalkozásokon kívül, amiben például mentálhigiénész szakember foglalkozik velük két hetente, ami azt jelenti, hogy önismeretet tanul, egy csoportos együttműködést tanulnak, és ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ő fejlődésük szempontjából. Azt mondhatjuk egyébként, hogy a program miatt többen jöttek ide? Azok a gyerekek jönnek, akik itt a lakótelepen élnek, tehát zömében ők érkeznek, de természetesen programja válogatja, tehát volt olyan, amikor alig-alig fértünk el ebben a teremben. Igen, arról beszéltünk, hogy egyszer majd talán lesz később egy nagyobb terem, addig ezzel kell beérni. A következő programokon mire számíthatunk, kik jönnek? Ugye a programjaink hetes, kéthetes váltásban folytatódnak, illetőleg van olyan, ami havi egyszer van. Ugye minden héten van továbbra is kézműves alkotás, minden héten van plusz egy pályázat, amikor vagy plakátot, vagy videót, vagy bármi más alkotást készíthetnek egy adott témakörben. Ugye két hetente jön a mentálhigiénés munkatárs, aki foglalkozik a gyermekekkel önbizalmában, önfejlődéssel, önismerettel, illetőleg a csoportos együttműködéssel. Illetőleg ugye a zenekarok a zenére helyeztük most egy picikét jobban a hangsúlyt talán, és a Kállel Úgyin a Flára Beáson, tehát a roma kultúrán kívül minden hónapban plusz egy örömzene foglalkozás van, illetve van egy olyan alkalom, amikor zenéhez értő szakember jön, és a zene alapjaira tanítja a gyerekeket. Illetve van egy új programelemünk, a Bűvész is művész címe, amikor is a gyerekekhez bűvész érkezik, és különféle bűvész mutatványokkal szórakoztatja őket, és gondolom tanítja is egy picikét. Gondolom, hogy ez igen fogja érdekelni őket, hiszen azért egy bűvészet az mindig elvarázsolja az embert. Ma viszont nem bűvész jön, hanem? Hanem Grubics Gergely, aki handben művész.
Biztos sokan láttak már ilyen hangszert, de igazából azt nem tudom, hogy mit kell vele csinálni, és hogyan működik. Ennek a hangszernek az a különlegessége, hogy ez egy dob és egy zongorának a keveréke, tehát hogy egy hangmező valójában egyszerre három különböző zenei hangot hallat. Tehát egy mozdulatból, egy leütésből három különböző zenei hangot kap a zenész. Aha. Mivel kell ezt végül is megütni? A kézzel. Aha. Szigorúan csak kézzel? Hát ütővel is lehet, de igen, kézzel azért szerintem kifinomultabban, aha, lehet játszani. Egy picit ezt megnézhetjük? Persze. Csak lehet vele csinálni, nézze csak. Aha. Tehát megremegtetjük, rezegtetjük. Igen, bele lehet nyúlni a hangba. Aha. Érdekessége. Azt megtudhatjuk, hogy végül is Gergely hogyan került közel ehhez a hangszerhez? Egy fesztiválon találkoztam ezzel a hangszerrel, és akkor kölcsön kaptam, és utána elkezdtem én is hangszereket készíteni, és most már igazából sok éve utcazen élek, úgyhogy szeretem. Egyébként, ha szeretnék egy ilyent, akkor csak bemegyek egy hangszerboltba, és ott van, és lehet vásárolni? Nem, ez nem egészen így van. Lehetséges, de szerintem sokkal jobb, hogyha az ember kipróbál előtte hangszereket, hogy tájékozódjon, és ki tudja választani azt a hangskálát, mert ugye ez kötve van, ez nem olyan, mint egy gitár vagy egy zongora, hogy ott minden lehetőség ott van a hangszeren, hanem ez egy adott hangkészlettel rendelkezik, és azon lehet játszani. Uh-huh. Tehát jól kell választani. Azt mondhatjuk, hogy ez inkább egy szóló hangszer, vagy hogyha mellette mások vannak, akármilyen más hangszerrel, akkor ott szépen együtt tudnak zenélni? Mind a kettő. Aha. Mind a kettő. Aha. Mennyi gyakorlás kell ahhoz, hogy mondjuk egy új dallam megszülessen? Hát igazából jó hangszer kell hozzá, tehát szerintem az a legfontosabb, hogy a hangszer jó legyen, és akkor kapok annyi inspirációt a játékból, hogy újabb és újabb témák születessenek. Talán furcsa lehet a kérdés, de mondjuk, hogyha a Kovács Katinak azt mondjuk, hogy legyen kedves művésznő, a Régi ház körül című dalát énekelj el, akkor azt mindig ugyanúgy el fogja énekelni. Most Gergely, hogyha egy dalt megtanul, akkor azt mindig ugyanúgy játssza, vagy azért ez picikét úgy változik? Ez változik. Ez egy folyamat, mert én a hangszereket váltanak, tehát veszek egy újat, és egy újat, mert ugye ami az előnye ennek a hangszernek, hogy könnyű rajta szépen játszani, mert tele van felharmonikus hangokkal, de ez a hátránya is egyben, ami az előnye, mivel fix a hangskála, tehát egy idő után az ember rá fog unni, eltelik egy kis idő, és utána kell venned egy újat, és megint csak egy újat, mert a hangskála az, a hangkészlet az fix. Azt mondhatjuk egyébként, hogy ha valaki leül ezzel játszani, akkor nagyon sokszor improvizál? Igen, alapvetően ez improvizációból indul, és utána jönnek témák, amiket az ember megjegyez, elfelejt, felvehet, rögzíthet, de amit mondtam, az előnye az a hátránya. Tehát az, hogy nagyon eredetien lehet, nagyon hamar kapok sikerélményt más hangszerekhez képest, mert a hangok azok nagyon benne vannak, viszont a hangkészlete az korlátozott. Aha. Ha egy zenekart megkérdezem, vagy mit tudtok játszani, akkor azt mondja, hogy van 43 dal a repertoárban. Uh-huh. Gergelyné, ez hogy van? Hát, ez változó. Van egy dal mondjuk, és azt 40-féleképpen el lehet játszani? Nem tudom. Nem? Lehet finomságokat belevinni, kopogni is lehet a hangszer felületén, de egyébként, amit még ki szeretnék próbálni, az, hogy a vízbe betenni a hangszert, és elvileg a víz sokkal jobban vezeti a hangot, mint az atmoszféra, amiben most beszélünk, és ki lehetne próbálni, lehetne egy olyan koncertet adni, ahol az emberek nem ülnek, vagy állnak, hanem fekszenek a Balatonba, fülük a vízbe, és a napon vannak a vízben. És mikor lesz ennek a fő próbája? Hát még nem tudom. Egyszer. De lesz tényleg? Én szeretném, mindenképpen. Mert vízálló a hangszer, tehát van rá lehetőség.